Charlie, majom a családban. Magyar hangok, Schnell Ádám, Nyírő Bea, Szető Ádám, Kántor Kitti, Németi Mari, Gáspár András, Dallos Szilvia. Charlie, majom a családban. Támasz a bajban. Dirk? Dirk, te vagy az? Mindjárt kész vagyok. Charlie, te hogy kerülsz ide? Azonnal kifelé. Charlie, hagyd itt a törő között. Otello, te is. Kifelé, mindkettő. Jó reggelt nektek. Hey, jó reggelt, fiúk. Na, rég nem találkoztunk, mégis megismerlek. Úgy. Manfred, te olyan rendes vagy hozzám. Ezt már be is viheted. Jó, jó, persze, anya. Túl ritkán látlak, fiam. Igen, igen, majd kitalálok valamit, jó? Hopp, köszönöm, Charlie. Befelé veletek. Jó, állhatunk itt is, de akkor nem lesz kaja, és Connie meg Gregor sem kap semmit. Ők már elindultak a hoki versenyre. Jó reggelt, Hoppe asszony. Jó reggelt. Azt már el is felejtettem. És maga úszni megy? Mennék, de Charlie kilopta a fürdőből a ruhámat. Jó reggelt, Wagner asszony. Manfred, magát vagy ezer éve nem láttam. Hát igen, a munka. Gondolom ez a magáé, az ajtón. Köszönöm, Manfred. Szívesen, viszontlátásra, Wagner asszony. Viszlát. Mennem kell, majd hívlak, anya. Jó, aztán gyere hamarosan. Jó, megígérem. Szia, Charlie. Szia, Manfred. De most már tűnés. A doktor úr reggelizni akar. Max már egy órája elment egy balesethez. Na, csinos legényke. Többnyire nagy ívben elkerülik a hálót. Teljesen kimerült. Nyilván órákig küzdött, hogy kiszabaduljon. Most mi lesz vele? Elviszem a hattyútelepre. Fent van a tegeli tavon. Tudom, hol van. Hajóval megyünk, és utána visszavisszük a kocsijához. Jó reggel, Charlotte! Ma nélkülem kell kezdje a rendelést. Éppen egy beteg hattyút szállítok a telepre. Jó, már is indulok a rendelőbe. Pia, igyekeznünk kell. Max kiment egy balesethez. A betegek egyszer várhatnak pár percet. Megcsinálom. Mindjárt meg vagyok. Mit szólnál, Charlotte, ha átrendeznénk a nappalit? Hm? A kanapét az ablakhoz tolnánk. Ott a fotel áll. Amiben sosem ülsz. Persze, nem is túl szép darab, igaz? Igaz, nem szép, de... Figyelj, mit csinálsz? Várj, hallgasd meg, a heti horoszkópod. Plutó és Vénusz meglepetést okoznak. Próbáljon higgadtan reagálni. Az emberekkel való kapcsolatában a héten szükség lesz toleranciára. Én mindig toleráns vagyok. Kivéve, ha a horoszkópról van szó. Igen, nagyjából 30 ezer foton van a gyűjteményben. 1888-on napjainkig pontosan, főleg Berlin Brandenburgról. Telefonálni reggeli közben. Igen. Adja fel, Hoppe asszony, igen. Mi már nem fogjuk megnevelni. Nagyon szívesen, viszont hallásra. Jó, hallottam, igazatok van. De az első az üzlet. Mivel foglalkozik most? A fotókat adok el az interneten keresztül. Nagyon fontos. Scherer? Bianca, te vagy? Már azt hittem egy vevő. Dirk, nem akarsz esetleg leülni az íróasztalomhoz? Te fél éjszaka a kompjúter előtt ültem és dolgoztam. Ez az ügy lassan tényleg a fejemre nő. A beoltott nyuszikat tegye mindjárt a ládába, akkor nem keverjük össze őket. Rendben, hát nem édesek? De... Az oltás az RHD ellenvéd. Ez egy vírusok által okozott fertőzés. Bármit elfogadok, csak használjon nekik.
Már nagyobb problémákkal is megküzdöttünk. Egy pillanat türelmet. Rendben. Henin doktor rendelője. Leszállítottam a hattyút, mindjárt megyek. A gyerekfarmról telefonáltak. Jó lenne, ha ki tudna menni. Holnap ünnepség lesz. Akkor még meg kell szereznem a szérumot. Pia már elment. Bocsásson érte. Meg, doktornő, elnézést kérek. Ó, nem, Charlie. Max, be kell fejeznem. El tudom képzelni. Na jó, sietek, viszlát. Charlotte, Charlie itt van? Hát persze. Gondolod, különben nyulakra vadásznánk? Hogy? Jó reggelt, Tina! Jó reggelt! Kérem, hívja fel nekem Knopfurat a bevándorlási hivataltól a Samir ügyjel kapcsolatban. Már is, de van egy ügyfele, Kepler asszony. Kepler? Volt időpontja? Nem, de mertem remélni, hogy azért van rám ideje. Lombardi. Igen, így van. Ki? Hol? Ó, oh, Charlie! Mit mondott? Charlie! Á, maga már ott van. Jó, indulok, csak 10 perc. Nem. Charlie, basta! Menj hátra! Basta! Vissza kell mennünk. Az alapítvány bejegyzése ügyében közjegyzőhöz kell fordulnia, de... természetesen én is segíthetek, és kitöltöm a szükséges iratokat. Igen, az nagyon jó lenne. Miről van szó az alapítványnál? 4 millió euróról. Értem. Ennyi az alapítvány tőkéje, de kit vagy mit akarnak támogatni az alapítvánnyal? Vincent Benedettót. A neve is ez lesz. Vincent Benedetto alapítvány. Ő nem a... a festő, akit felfedezett? Az ismeretlen zseni? Olvastam önről az újságcikket. Ismeretlen zseni. Ezt az újságíró találta ki. Művészkörökben Benedetto híres volt, és elismert. Maga személyesen ismerte Vincent Benedettót? Miért? Van ennek bármi köze a szerződéshez? Nincs. Természetesen nincs. Bocsásson meg, néha túl kíváncsi vagyok. Az én drága édesanyám az érettségi után 1/2 évre Párizsba küldött. Ott találkoztam vele. Minden művész, aki be akart futni, Párizsba ment annak idején. És maga legszívesebben ott maradt volna örökre. Ezt honnan tudja? Hát, persze. Maradtam volna, de odahaza várt a vőlegényem, Joachim, a tekepályás, Kepler. Kérem, ne vonjon le hamis következtetéseket. Boldog voltam vele, nagyon is boldog. Úgy is mondhatnám, nekünk mindenünk megvolt, kivéve talán a gyerek. Gyere, Charlie, hamar végzünk. Most hozzák az új fotelt. Meglepetés Charlotténak. Jó reggelt. Maga a férfi a fotellal? Há, igen. És maga a hölgy a majommal. Igen, ő Charlie. Sajnálom, hogy várniuk kellett, de azt mondták, a fotel csak a jövő héten jön. Maga az első, aki azért panaszkodik, hogy túl hamar szállítunk, mi? Mi nem panaszkodunk. Igaz, Charlie? Különös emberek. Várj, Charlie! Charlie! Hol bujkálsz? Charlie! Vigyázzat! Állj, meg kell keresnem Charlie-t! Ne olyan hevesen, fiatalasszony! Mi mindent kézben tart! Ennyi, Charlie! És most hová az új szerzeménnyel? Állítsák oda előre, kérem. Vigyázz, Charlie! Csak helyet csinál. Akkor is szűk lesz. Ez a régi darab. Már úgy sem kell. Most, hogy itt a szép új. Hát akarjuk húzatni. Attól még nem lesz kényelmesebb. Ha meg akar tőle szabadulni, mi elvisszük? Ingyen.
Erről nem dönthetek, a nagynénémé. Tudja, ha az unokahúgom ilyen fotelt venne nekem, arra már rá sem néznék. Vagy? Te mit szólsz, Charlie? Rendben, vigyék el. Viszontlátásra, Keber. Viszontlátásra. Majd jelentkezem. És ha közben eszembe jutna valami, akkor itt elér, vagy a privát számomon. És ha Henning doktor jelentkezne, csak kérjen engem. Azonnal jön a taxia. Köszönöm. Ez a doktor Henning szintén jogász? Nem. Szerencsém volt, állatorvos. Jöjjön ki, kísérem. Sajnos nem tudom megmondani, mikor jön vissza. De hívja fel nyugodtan. Igen, az lesz talán a legjobb. Megvan esetleg a száma? Igen, persze. Egy pillanat, elnézést. Már úgyis tártalan, már itt is van. Scherer! Na, megismersz még? Igen. Igen. Hát ilyen nincs. Hívtalak otthon telefonon, a fiad mondta, hogy itt talállak. Manfred? Olyan helyes volt, amikor meghallotta az osztálytalálkozót. Miféle osztálytalálkozót? Nem, semmi esetre sem. Hát te ki vagy? Jaj! Na, nem igazi. Ruth itt van Berlinben a férjével 3 napig, és szeretne találkozni néhány barátnőjével. Ruth nekem nem volt barátnőm, és neked sem. Az emberek változnak. Most sietek Petrához és Szuzannéhoz. Biztosan ők is jönnek. Hát én nem tudom. Nem tartom jó ötletnek. Aludj rá egyet. De ha nem jössz, a személyes sértésnek veszem, csak hogy tudd, akkor viszlát! Viszlát! Otello, azt hiszem, ez nem nekünk való osztálytalálkozó. Jó napot, Arno Müller vagyok, Kepler asszonyhoz jöttem. Kepler asszony már várja, tessék. Tessék. Köszönöm, Liza. Müller úr? Kepler asszony, örülök, hogy végre személyesen. Én is örvendek. Ne gyötörjön tovább a titkolózással, mit hozott? Lássuk. Voilà. Egy papagáj. Miből gondolja, hogy engem érdekelnek a papagájok? Ez egy ara. Tiffany a neve. És ő volt a tiszteletre méltó Vincent Benedetto hűséges társa utolsó éveiben. Komolyan mondja? Ha alaposan megnézi, érthető is, nem? És honnan szerezte Tiffanyt? Mármint hogy találta? Ha? Véletlenül. Egy bonyolult hagyatéki ügy miatt Olaszországban jártam, és... Hol élt Tiffany a Benedetto halálát követő években? Nagyon áldatlan körülmények között, a részletektől megkímélném. Itt a vételi bizonylat Vincent Benedetto aláírásával, annak idején 2.700.000 fizetett Tiffanyért. Lírát. És maga mennyit kér érte? Én elsősorban azt akarom, hogy jó helyre kerüljön. Miatta kétszer is Olaszországba kellett utaznom, de 7.000 euróval elégedettek lennénk. 7.000-rel? Gondolját nyugodtan, asszonyom. És ha úgy döntök, hogy nem akarom, nem igazán ismerem a papagájokat. Akkor elárverezem az interneten. Igen, hajlamos a fogkőképződésre. A kutyáknál gyakran ez okozza a szájszagot. Sokszor kell ellenőrizni. Na, gyere, Anton, gyere szépen. Úgy. Így. Nos, Tomzen asszony, viszlát legközelebb. Nagyon köszönöm, doktor. Nincs mit, ezért vagyunk, viszlát. Viszlát. Charlotte, ki a következő? Nekem Hansen asszony a macskájával, magának meg a gyerekfarm. A tetanuszoltás miatt. Szóval 14 évet töltöttél vele. Ültél a műtermében, és nézted, ahogy dolgozik, ugye?
Látom, kezdetben Benedettónak épp úgy nem volt fogalma a papagájokról, mint nekem. Itt Tiffany nem eszik. Tiffany még mindig nem eszik. Elvesztette a szép színes farktollát. Na jó, de hát egyszer csak összemelegettetek, nem? Igen? Vagy ez? Aggódom. Aggódom Tiffany miatt. Reggel elviszem az állatorvoshoz. Tessék, gyere! Úgy. Na gyere, Norbert! Már tudod, hogy mi következik. A mobilom. Felvennéd? Charlie elintézi. Az utolsó oltásnál nagyon megnehezítette a dolgunkat. Azt már régen is felejtettem, hogy megvagyunk. Igen, Henning? Értem, akkor a legjobb, ha oda megyek. Nem kitérő, amúgy is a közelben vagyok, igen, megyek. Viszont hallásra. Maren egyik kliense. Van egy papagája Olaszországból, és gond van vele. Tanácsot kér, beugrom hozzá. Olaszországból? Elmehetek veled? Hát persze, gyere. Köszönöm. Gyere, Charlie. Sziasztok, és jó mulatást az ünnephez. Köszönjük szépen. Na te házőrző, mi újság? Halló, Ellemon asszony, megkapta a fotókat? Keresek egy nagyobb teljesítményű szervert. Gyere, Otello, keresd meg Charlie. Jó, viszont hallásra. Jó napot, Hoppe asszony. Ez a trükk Charlie-val jó, megjegyzem. Nem kell új szerver. Magának egy titkárnő kell. Ezek az érdeklődők. Felírtam a telefonszámokat. Hoppe asszony, maga egy angyal. Tudom. Tudja mit? Ezért meghívom vacsorázni. Mára már van programom, az osztálytalálkozó. Akkor mi majd holnap megyünk. Dear Sharon, igen, jó számot hívott. Igen. Otello, még nem találtad meg Charlie-t? Meg keresd! Igen, természetesen, több is van belőle. Holnap mindenképpen küldöm a képeket. Na, Tiffany, hadd nézzelek. Ó, te nagyon szép vagy. Gyere. Gyere. Igen. Jó kislány. Charlie, ehhez te nem értesz. És? Tetszik magának? A címe Lido di Lione. Á, ez klassz. És ki festette? Vincent Benedetto. Oh, köszönöm, Lisa. Jöjjön a tea. Köszönöm. És az ott, az is tőle van? Igen. Minden, amit itt lát, Benedetto műve. Soha nem hallottam róla, pedig én is olasz vagyok. Akkor mutatok valamit. Tessék, az életrajza. Nem igazán jó írás, de az egyetlen könyv róla. Kölcsönadom, biztos tetszeni fog. Köszönöm, nagyon kedves. Kérem. Nos, doktor úr? Mit szólt Tiffanyhoz? Igen, a tolla eléggé mat, de ennek több oka lehet. Tessék, ez az egyetlen dokumentum, amit Möller adott a papagájról. Parancsoljon. Kérjen majd egy hivatalos származási igazolványt. Azon kívül Tiffanynak kell egy társ. Igen. Tudja, a papagájok... Igen. Nem magánzók. Kell nekik a társ. Még egy ara? Még azt sem tudom, hogy Tiffanyt megtartsam-e. Egyébként Benedettónál is mindig egyedül volt. Ez nem jelenti azt, hogy jól is érezte magát. Hoppe asszony! Hoppe asszony! Waldner, Hoppe asszony készüléke. Jó napot! Igen, persze. Egy pillanat, felírom, jó? Igen. A hajókikötő... 19 óra.
Nincs mit, viszont hallásra. Otello, nem láttad a mobilomat? Tessék, hoppá, asszony. A fürdőben volt, átvettem egy üzenetet. Kitől? Manfredtól. El akarja vinni hajókázni. 19 órakor várja a kikötőnél. Manfred a kisfiam. Néha egészen rendes gyerek. És mi a véleményed? Szerintem kalcium hiány. Tiffany vagy nem kap megfelelő ételt, vagy anyagcsere zavara van. Ehhez jön még persze az unalom és a magány. Nem erre gondoltam. Mit szólsz Benedettóhoz? Benedetto? Sajnos nem az én szakterületem, de Kepler asszony úgy tűnik kedveli. Sokkal több. Isteníti. Elviszed Charlie-t. Nekem muszáj hazamennem Charlotte miatt. Persze, persze, nem gond. Köszönöm. Gyere, Charlie, gyere. És közd be magam. Paradicsom, madaram. Benedetto mindig ezt mondta nekem. Paradicsom madár. Igen. Aztán egyszer el kellett repülnöm. Igen. Így volt, Tiffany. Na, Charlie, egy adagot még beteszek. Ennyi időnk csak van még. Légy jó, kicsim. Hoppe, asszony, még mindig itt van. Ráérek még. Meg aztán nem szeretem, ha éjjel rászárad a kosz az edényre. A gépet én elintézem. Maga most hazamegy, felvesz egy szép ruhát, hogy örüljön a fia. Akkor maga nem ismeri Manfredot. Észre sem vesz ilyesmit. Hoppe, asszony, akkor vegye fel önmaga miatt. Úgy. És most viszlát, menjen. Jó mulatást. Úgy látszik, itt már nincs szükség rám. Na jó. Szia, Charlie. Viszlát. Charlie, még nem is tettem bele minden edényt. Ó, már te is itt vagy. Igen, gyere ide. Csukd be a szemed. Meglepetés. Bal, jobb, bal, jobb. Á, Pia, nem vagyunk egy kicsit öregek ehhez a játékhoz. Fordulj jobbra, és leülsz. Mi? Egy új fotel? Na, tetszik neked? Kényelmes? Hát, nagyon szép. És hová tetted a régit? Elvitték a szállítók, akik az újat hozták. Mi? Szóval mégsem tetszik. De legalább megkérdezhettél volna. Akkor nem lett volna meglepetés. Nem dobhatod ki csak úgy a régi bútoraimat. Na jó, jó. Akarsz magadnak egy saját fotelt. Csak tessék. Ez nem az enyém. Neked vettem. Azt hittem, örülsz. Egyébként is azt mondtad reggel, a régi már nem szép, hogy nem tetszik neked. Rodolfo kedvence volt. Várj csak, ezt nem tudtam. Sajnálom. Most, amikor már nincs mit tenni. Charlotte, én... Kérlek, békén hagynál engem. Még kérned sem kell. Aha, aha, igen. Persze, tudom, hogy hol van. Igen, Dirk, egy pillanat. Otello, gyere ki onnan, Charlie álmos. Na, gyere! Jól van, na itt vagyok. Szerintem ez jó ötlet, majd beszélek már ennel. Akkor add nekem Connie-t. Jó? Max, a gyerekek jó éjszakát kívánnak. Személyesen is beszélhetsz vele, az öcséd. Na, srácok, milyen a hoki verseny? Melyik strand bárban? Holnap lesz a nagy meccs? Hát persze, szorítok nektek. Megtaláljuk, Dirk. Szia! Átadom. Charlie, Connie és Gregor üdvözölnek. És Dirk is. Jól van, kicsim, aludj jól. Mi meg elmegyünk a bárba. Igenis. Ó, Otello, te vagy a felelős mindenért, ha? Köszönöm.
Margarita, hol vagy? Gyere már! Ne maradj le! Hát itt van. Tudtam, hogy ezt nem hagyod ki. Helga, de kicsípted magad. Nagyon jól nézel ki. Igen, de én... Ruth, Manfred, megtaláltam. Felszállhatunk. Manfred, Ruth, imádok. Szia, Dirk. Bianca. Ott hátul vannak a székek. Tündér vagy? Tudom. Hányan lesztek összesen? Nehéz megmondani. Pia! Hello! Bemutatom. Pia, Bianca, a strandbár szelleme. Szia, mit iszol? Vizet kérek. Nagyon menő. Gyere! Most beszéltem Marennel. Ő is jön. Max-szal. Tulajdonképpen már csak Charlotte hiányzik. Nem akarod felhívni? Inkább nem. Balhé volt. Mi történt? Annyira örültem, hogy kettesben leszünk este. Drágám, nem maradunk hajnalig. De kérlek, tedd meg a kedvemért, és ne vitatkozz Dirkkel. Max, és soha nem vitatkozom. Igen, igen, igen. Csak úgy érzem, hogy ezzel a fotóadatbázissal csak az idejét pazarolja, meg valószínűleg a pénzét. Máren, az öcsét felnőtt. Lejárt a munkaidőt. Istenem, Charlotte az. Igen, Charlotte, mi van? Mi? Igen, majd beugrom. Viszlát. Az összes alkalmazottam hajba kapott. Tessék? Pia és Charlotte. Megnézem, mit tehetek. Max, támasz a bajban. Vincente Benedetto. A következő fordítás? Nem. Max egyik betege adta kölcsön, akinél ma voltunk. Gyűjti Benedetto képeit. És neked mi között hozzá? Meg akartam tudni róla valamit, de közben jött a balhé Charlotte-val. Dirk, jönnél egy percre? Említettem az egyik törzs vendégemnek a fotóidat, és mindenáron meg akar ismerni. Már is. Fel a fejjel, Pia. Mindjárt jövök. Ne fuss el! Jövök. Pia, te is itt vagy? Dirk, hová rohant? Üzlet. Valahova hátra ment. Ülj le. Mi volt tulajdonképpen közted és Charlotte között? Segíthetek valamiben? Hülyeséget csináltam. És most nem merek hazamenni. Addig biztos nem, amíg Charlotte ébren van. Tudod mit? Tessék, a nyaraló kulcsa. Ott alhat ma éjjel. Köszönöm. És holnap mindent másképp látsz majd. Remélem. Megharagszol, ha most rögtön... Nekem ma nincs kedvem a strandbárhoz. Megmondod Dirknek? Persze. Ha valaha még előkerül. Szóval ő az, a corpus delicti. Nos, én azt hiszem, Piának van ízlése. Jól néz ki és illik ide. Igen, csak sajnos éppen ez volt az utolsó csepp a pohárban. Hetek óta ez megy. Pia mindent meg akar változtatni. Új függönyöket, kanapét az ablakhoz. Charlotte, üljön bele a fotelbe. Úgy érzem, az, ahogy én élek, teljesen idejét múlt. Charlotte, üljön bele a fotelbe. Pia egy felnőtt fiatal nő, és úgy gondolom, nagyon jót tesz magának. Ahelyett, hogy beszélne velem, elmegy és becsapja az ajtót maga mögött. És ezt nevezi maga felnőttnek. Tudja, hogy hibát követett el, és most biztos rossz a lelki ismerete. És maga mindenkit megért. Nem mindenkit, de majdnem. És? Mit és? Kényelmes az ülés? Igen. Jó. Na jó. Kezdetnek nem rossz. Én találtam ki az egészet. Felépítettem. És engem nagyon szórakoztat. De lassan a fejedre nő. Előbb-utóbb alkalmazottak kellenek, de ez hiányzik a tőke. Szóval vagy keresel egy társat, vagy elfogadod az ajánlatomat. Na, ez mit szólsz? Ez most komoly. Ha aláírod, rendben a buli, és a napokban megírjuk a hivatalos szerződést. De csak ha az én ügyvédem írja. Jó.
Charlotte, hogy kerülsz ide? Ezt én is kérdezhetném tőled. Figyelj, nagyon sajnálom azt a dolgot, ami a fotellel történt, és azt is, hogy az idegeidre megyek. Én keresek magamnak egy lakást, és addig itt maradok, ha Max és már embele egyezik. Most előbb reggelizzünk. Egyetértek. Hozom a tányérokat. Egyáltalán honnan tudod, hogy itt vagyok? Benne van az újságban. Itt. Plútó és Vénusz végre megint összhangba került, de egy önnek kedves személy elrejtőzik a tóparti nyaralóban. Ha? Hogy mondtad? Egy önnek kedves személy elrejti az érzéseit. Nem is igaz. Nem is az én horoszkópom. De illett a helyzethez. Charlotte, mindjárt jön, csak még bement a bankba. A lényeg, hogy kibékültetek. Jó reggel, Charlie. Buongiorno. Már fent vagy. Nem csak éber, de nagyon kreatív. Mutasd csak. Az enyém. Ez remek, Charlie. Szerintem pont olyan, mint egy eredeti Benedetto. Nem annyira absztrakt, nem? Bellissimo. Köszönöm, Charlie. Tiffany labor eredménye. Mi baja? Anyagcsere zavar, de gyógyszerekkel kezelhető. Piának. Ez meg kitől jött? Dirktől. Meséltem neki Kettler asszonyról. Vincente Benedetto és az ara Tiffany. Hát igen, a tolla alapján lehetne Tiffany, de... A fénykép 1988-as. Két évvel Benedetto halála előtt. Akkoriban Tiffany még ki sem bújt a tojásból. Ha ez valóban igaz, akkor Kepler asszony papagája nem lehet Tiffany. Bedőlt egy csalónak. Jó napot, Hoppe asszony. Milyen volt az este? Ne is kérdezze. Miért? Manfred nem volt kedves magához? A fia is elment az osztálytalálkozóra. Milyen osztálytalálkozóra? Azt hittem, hajókázni mennek. Egy osztálykirándulás. Egy hajókirándulás, mint osztálytalálkozó. És Manfred is ott volt. Nem az én fiam volt. Félek, ez nekem túl magas. Nekem sajnos mennem kell. Viszlát! Szia! Tessék, Hoppe asszony, a kávém. Magának nagyobb szüksége van rá. Mondtam én, hogy ne kérdezze. Hé, hey, Charlie, maradj itt! Visszahozom. Charlie, várj! Charlie, maradj itt! Charlie, gyere! Charlie, állj meg! Micsoda gyönyörű nap, Tiffany! Ez a vakító fény, a fák. Ó, oh, Benedetto imádta volna, csak sajnos soha nem volt itt. De te legalább itt vagy. És általad úgy érzem, hogy Vincent ismét közel van hozzám, ennyi év után. Liza! Biztos a doktor. Gyere, Charlie, gyorsan! Egy pillanat, mindjárt behozom Tiffanyt. Nem szükséges, kint is meg tudom nézni. Önök addig várjanak itt, kérem. Jó napot, doktor úr. Jó napot, Kepler asszony. Na, hogy van a betegünk? Nem evali véró. Nem rossz. Jó napot, Lombardi asszony. Hello, Charlie. Kimentünk Tiffanyval a napra. Végtére is Olaszországból jött. Mielőtt elfelejtem. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Nem lehet, hogy már elolvasta. Még nem. Csak a párizsi fejezetet. A sok hírességgel. Benedetto híres művész barátai. És a szép fiatal nő, aki elhagyta.
Mindig voltak körülötte szép fiatal nők. De emiatt az egy miatt ment vissza Szienába, és soha többé nem festett egyetlen ábrázoló képet sem. Az igazi képességei az absztraktban nyilvánultak meg. Azt hiszem, maga volt az a fiatal nő. Van is itt egy leírás, várjon csak. Tudom, melyik oldal. Nem kell mindent elhinni, amit egy életrajzban írnak. Tavalyi hó. Kepler asszony, már többet tudunk. Tiffanynak anyagcsere zavara van, de nem lesz semmi baj, ha rendszeresen beadja neki ezt a két gyógyszert. Ebből 20 cseppet az ivóvízbe, és ebből egy kávéskanálnyit az ételbe. Örülök, hogy nincs komoly baj. Kepler asszony, mondanom kell még valamit. Valami baj van? Mi van nála, Charlie? Mi ez? Egy régi fénykép, és feltűnt, hogy... De ügyetlen vagyok. Nem tragédia, nem tragédia. Liza, bejönnek, kérem. Pia, mi van veled? Nem mondj neki semmit, Max. De miért? Tehát, mi az a fénykép? Pia fedezte fel, és Vincent Benedetto van rajta a papagájjal. Gondoltuk, talán érdekli. Ó, Vincent Tiffanyval. Nem is tudom, hogy mit mondjak. Én teljesen meg vagyok hatva. Viszlát! És? Köszönöm, hogy nem mondtál semmit. Ha jól emlékszem, te akartad felvilágosítani Kepler asszonyt. Ez igaz, de most nem rólunk van szó, hanem róla. És neki az a fontos, hogy Tiffany valóban Benedetto Tiffanya. Hirtelen rájöttem. És ezért dobtad le az etetőtálat. Nem kellene beszélnünk Möller úrral? Az meg ki? Ő kezeli a hagyatékot, és ő adta Kepler asszonynak az álpapagájt. A házvezetőnő ide adta a kártyáját. Az irodája Glinikében van. Lombardi. Szia, Dirk! Ez igaz? Szuper vagy. Már is megyek. Ciao. Te most hová mész? Glinikébe. De előbb elviszel minket Charlie-val a rendelőbe. Szia, nővérkém! Dirk, te meg mit keresel itt? Hoztam neked valamit. Köszönöm, de már ismerem. Tegnap este bőven volt időm, hogy tanulmányozzam. Sajnálom, hogy nem találkoztunk. Fordítsd meg! És? Tovább? Eladom a fotóadatbankot. Ez itt a szerződés tervezet, név és cím rajta. Elintézed nekem a papírmunkát? Jó, de... Szuper! Köszönöm! Jó, de Dirk, ezt alig lehet elolvasni, és ez itt az mi? Az összeg, amit kapok érte. Szia! Át kellene gondolja az ajánlatomat, Möller úr. És ha elutasítom? Ha elutasítja, akkor jön a vám és állatvédelmi hatóság. Szabályosan szereztem a papagájt, csak pillanatnyilag nem találom az iratait. Á, igen. Ezért elővarázsolt egy vételi bizonylatot Vincent Benedettótól, amiről mindketten tudjuk, hogy hamis. És önmagában ez is büntetendő. Igen, tessék! Máskor egyedül nyitod az ajtót. Ha-ho, meglepetés! Ti meg mit műveltek? Visszahoztuk a fotelt. Dirk megtalálta. Az utolsó pillanatban, mert megsemmisítették volna. Szóhoz sem jutok. De hát itt mégsem maradhat. Charlie másképp gondolja. A szerződés, amely létrejött Ulrich Schneider, a következőkben eladó, és Dirk Scherer, a következőkben vevő közt. Mai dátum címek a fentiek szerint. Bekezdés. A szerződő felek szóbeli megállapodásuk alapján szerződést kötnek, amelyben... Bocsánat, Möller úr keresi. Jó napot. A Vincent Benedetto alapítvány ügyében szeretnék pénzt befizetni. Ezzel még várnia kell. Az alapítványt még nem jegyezték be. Az engem nem érdekel. Kérem, vegye át az összeget, és kezelje anonim támogatásként. 7000 euró. Hát ti ketten? Hiányoztam nektek?
Szia, drágám! Szia! Gregor üdvözöl. Mm. Két gólt lőtt. Ó, nagyszerű. Úgyhogy folytatják a versenyt. És nekünk van még egy szabad estünk. Mm. Mm. Max, hogy lehetsz ilyen önző? Ez meg mi? Új festék a gyerekeknek. Éppen akcióban volt. Mondd csak, járt nálad egy bizonyos Möller úr? Igen, de te honnan tudod? Én adtam neki a névjegyedet és megfenyegettem. Ugyanis átverte Kepler asszonyt. Jó napot, Waldner asszony! Jó napot, Kepler asszony! Jó napot, doktor úr! Van egy meglepetésem. Vagyis talált megoldást Tiffany számára? Azt hiszem, igen, de persze magának kell dönteni. Szóval te vagy Tiffany. Tényleg úgy döntött, hogy elajándékozza? Tudja. Charlie! Charlie, állj meg! Charlie, maradj itt! Jöjjön! Hé, Charlie, mi ez itt? Az Kepler asszonyé. Nem, az a maguké. Köszönet önnek és Henning doktornak, eredeti Benedetto. Ó, ezt nem lehet, nem fogadhatjuk el. Már hogy ne fogadhatnák el? Egyébként szeretnék még valamit megbeszélni önnel. Tegye le, kérem. Tessék. Nagyon köszönöm. Igen, egy arra. És hol van Max? Már itt is vagyunk. Ah, hé. Úgy, bemutathatom. Ő Paul. Paul, Tiffany, nézd, milyen gyönyörű férfi. Én azt hittem, meg akar szabadulni Tiffanytól. Mi? Éppen ellenkezőleg. Megtartom. Vigyázzat, vigyázzat. Nem tudjuk, hogy Tiffany és Paul egyáltalán kedvelik-e egymást. Charlotte, lesz idejük bőven, hogy szép nyugodtan megismerjék egymást. Tiffany valószínűleg egész életében társra vágyott, csak Benedetto nem jött rá. Igaz is. Bevehetem a két papagájt az alapítványba. A papagájok magas kort érnek meg, és valószínűleg engem is túlélnek. Ezt el sem hiszem. Igen. Azt hiszem, erre mondják szerelem első látásra. Igen, drágám, állítólag van ilyen. Mm. Hé, hey, Charlie! Charlie, az a gyerekeké! Add ide! Mindjárt eltüntetem. Várjon, várjon, nem is olyan rossz. Nem lehet felismerni semmit. Charlie tehetsége az absztraktban mutatkozik meg. Most, hogy mondja. Magyar szöveg Betlen Katalin, hangmérnök Házi Sándor, vágó Fogarasi Unor, gyártásvezető Rózsavölgyi Ilona, szinkronrendező Vági Tibor. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.